teljesen megelevenítette bennem azokat a képeket, ami akkor időben ott lezajlott, amit igazából gyerekként fel se fogtam, mert fel se foghattam, hála Istennek. Na és tényleg az történt, hogy Ceausescu valóban a gyerekekkel dicsőítette magát, és akkoriban ilyen 7-8 éves lehettem, amikor meg lett rendezve ez a Cântarea României című fesztiválra való felkészülés, amit minden évben ugye megrendeztek Ceausescu-nak, és hát ez az iskolában úgy lett meghirdetve, hogy a szülőknek milyen nagy segítség, főleg azoknak a szülőknek, akik nem engedhetik meg maguknak anyagilag, hogy olyan táborokba küldjék a gyerekeiket, nyári táborba, amit meg kell fizetni. És hát ez egy ingyenes tábornak bizonyult, ami sokkal hosszabb időt engedett meg, tehát 3 hónapig tartott, és hát úgy volt ez előadva a szülőknek, hogy ez egy ingyenes tábor. Hát abban az értelemben ingyenes volt, hogy tényleg a lakhatás, étel, ital, az úgymond látszólag ingyen volt, de mi azért már gyerekként keményen meg kellett, hogy dolgozzunk. És mit értek ez alatt? Hát 3 hónapon keresztül, amit igazából csak most fogok fel, mert akkor nekem is szinte játék volt, és nem volt teher. De ez úgy zajlott, hogy reggel 6-kor keltünk, volt, amikor reggel 5-kor keltettek, harsona szóval, trombita szóval, szólt a rádió minden szobába, és minden gyereknek kellett kelni, mentünk, vittek reggelizni csoportokba, aztán ilyen buszkonvojok vártak, és szálltunk fel a buszokra, és vittek ki a munkahelyre, avagy a népstadionba, a romániai népstadionba, ahol próbáltuk egész nap, tehát reggel ilyen 8 órakor kezdődött az egész történet, és tartott délután 5-ig, 6-ig. És hát ott ebédeltünk, amikor kivittek, mert ez is csoportokra volt osztva. Tehát volt úgy, hogy egy nap kivittek, egy nap nem, volt, akit csak egyik, tehát reggel vitte ki, volt, akit délután, de lényeg a lényeg, hogy egész nap folyt a munkálat ez ügyben, mert tökéletesnek kellett lennie augusztusra ennek a műsornak, amin ugye Ceausescu részt vett állítólag. Na és hát ott kemény meleg volt, és hát verejtékkel kerestük meg a kenyerünket, és hát nekem úgy annyiban voltam szerencsésebb, hogy akkori testsúlyom és magasságom nem ütötte meg azt a szintet, hogy főszerepet kapjak ebben az egész szereplésbe, úgyhogy ilyen fapados voltam, ilyen rezervának, beugrónak voltam minősítve, úgyhogy mi inkább a többi társammal, akiket szintén így ítéltek meg, hát mi inkább így játszással töltöttük az időt, szerintük loptuk a napot. Na és hát egy másik durva kép, amit így felhozott az Úristen, az az volt, amikor megérkeztünk a táborba. Hát így visszaemlékezve, hát olyan volt, mint a zsidó lágerek, ugye, tehát a rengeteg gyerekvonatokkal ugye megérkeztünk, még arra is emlékszem, hogy szó szerint ilyen fabőröndöm volt, fából volt csinálva, és ilyen kis lakat volt rajta, mert voltak ilyen előírások, hogy miket kell hozni. Na és amikor megérkezett a hargitai kirendeltség gyerekei, hát de minden megyéből, akkor sorba állítottak mind a lágerbe, volt egy ilyen orvosi vizsga, ahol megmérték a testsúlyunkat, az egészségünket, hány oltásunk van, megtetvésztek, és hát ha találtak rajtad ilyet, ha nem, lefertőtlenítettek, és kopaszra nyírták szinte a hajunkat, tehát lányoknak hagytak ilyen 1 centist, azzal a kifogással, hogy nehogy egymást megfertőzzük, akár tetvekkel, vagy másfajta betegségekkel. Tehát így mehettünk be a táborba.
mire beérkeztünk és megkaptuk a számunkra kirendelt szobát, illetve épületet, arra már minden gyerek egyforma volt, fiú-lány, egyformára volt nyírva, és hát egyforma, szinte azt hiszem, hogy egyforma ruhákat is kaptuk. Most már erre nem, ebben nem vagyok biztos. Na, az étel, ital az finom volt, mondom, nekem leginkább játékkal telt az idő, így másra nem igazán emlékszem. Egyetlen egy esemény volt, ami mai napig is megmaradt, és nagy jelentőséggel bírt. Ugye ott is vadászták, illetve keresték a tehetségeket, akikből sztárokat faraghatnak. Mindez úgy volt előadva, hogy ilyen különböző tehetségkutató versenyeket rendeztek, és hát engem a tanáraim hogy mondjam, beírattak az énekversenyre, és hát ők el is felejtették megkérdezni, hogy én tudok-e esetleg románul, vagy ezt direkt intézték, így fogalmam nincs, de lényeg a lényeg, én nem tudtam románul énekelni, még a himnuszt sem. Úgyhogy hát nem beszéltem a nyelvet, úgyhogy én ami énekeket tudtam, az csak magyarul volt. És hát amíg, hogy mondjam, ilyen kisebb, tehát a megyén belül történtek az előválogatások, addig senkinek nem tűnt fel, és senkit nem zavart, hogy magyarul énekeltem. De mivel, hogy megyén belül én kaptam meg azt a lehetőséget, hogy a megyék közti versenyben is részt vehessek, tehát én képviseltem Hargita megyét az én korosztályomba, és hát amikor az egész stadion elé állítottak, és ott már híres énekesek és zeneszerzők voltak többek közt, Mihály Constantinescu, és azt hiszem, a másik nőnek nem jut eszembe a neve, de ők akkoriban híres énekesek voltak, ugye nem is volt akkoriban sok belőlük. Híres és neves emberek voltak. Híres és neves emberek, igen, és hát akkor estek pofára, amikor én ugye felálltam, tehát engem hívtak a színpadra, és hát akkor mondtam, hogy az egész ország előtt, hogy mit fogok énekelni, és hát magyarul mutatkoztam be, elmondtam a magyar dal címét, és hát akkor ledöbbent mindenki, tehát olyan csend lett, hogy szinte várni lehetett a levegőbe a meglepődést, és hát olyan zavarba jött a bemondó, ez a Mihály Constantinescu, hogy mondta, hogy hát de valamit románul, legalább a himnuszt, vagy legalább a dalnak, annak a magyar dalnak a címét esetleg fordítsam le romára, mert hát itt senki nem fogja érteni. És hát mondtam, én nem tudom a román himnuszt, és hát úgy valahogy kézzel lábbal lefordítottam, vagy azt hiszem sugták a tanáraim úgy a távolból, lefordítottam a magyar nótának a címét, és hát már nem küldhettek le a színpadról, mert az úgy szabályellenes lett volna, úgyhogy ezért meg kellett, hogy engedjék, hogy magyarul elénekeljem azt a dalt, amivel készültem. Úgyhogy el is énekeltem, és hát annak ellenére, hogy senki nem értette, hogy milyen nyelven, vagy mi az, hogy magyarnak lenni Romániában, vagy magyarul énekelni, hát amikor lejött, tehát elénekeltem a dalt, azért hatalmas tapsvihar volt, amit én így fel se fogtam, igazából csak amikor lejöttem a színpadról, azon kaptam magam, hogy egy csomó gyerek körbevett, és hát mindenki kíváncsi volt arra, hogy milyen nyelven énekeltem, és melyik országból jöttem, és hát teljesen mindig külföldi. Úgy kezeltek. Na, így, nagyon ez maradt meg. Igen, de ez hatalmas botrány volt. Aztán, hogy ebből mi született a tanáraim róvására, abban az értelemben, hogy őket felelősségre vonták, én mondom, én nem is tudom, hogy ennek lett-e valamilyen következménye, hát gondolom, igen, abból a döbbenetből, amire mai napig is emlékszem. Aztán, hogy ezt ők hogy intézték el, mi lett a következménye, azt nem tudom. Folytatódott minden tovább. De azt hiszem, hogy ezek már az utolsó napok voltak a táborban, úgyhogy olyan nagy probléma, amiről nekem tudomásom lehetett volna, nem történt. Nem tudom, Isten tudja.
Na, de hát a legkőkeményebb, ez a legkőkeményebb kommunizmusba történt, és azt hiszem, hogy már akkor a Ceausescu-nak a rendszere az utolsó éveket rúgta, úgymond. Tehát akkor volt az, hogy még románul is olyat nem mondhattál, ami a rendszerrel ellenkezett, nem, hogy egyáltalán idegen nyelven te magának, Ceausescu-nak a táborába, amit ő fizetett, ugye, magyarul énekelj. Na, de hát megtörtént, és ezek szerint Isten dicsőségére, Istennek így volt kedves. Nagyon kemény, te így, most így nekem eszembe jutott hirtelen, hogy legutóbb kit hallottunk kampányolni a békével. Hát azt kiáltoztuk mi is, hogy Ceausescu pace. Tehát Ceausescu egyenlő volt a békével. Tehát ő is ugyanúgy kínálta a békét, mint ma Orbán Viktor a magyaroknak. Találtam is egy képet, hogy hatalmas tömeg és nagy ilyen bannerekkel, egy hatalmas bannere fel van írva, hogy Ceausescu pace. Tehát Orbán Viktor béke, biztonság, ugyanaz. És tantusz nem esik le az embereknek, hogy mi történik a szemünk láttára. És Isten megengedi-e? Persze, hogy megengedi. Ha nekünk kellett, akkor tapasztaljuk meg, hogy mit jelent, mivel jár az, hogy embert helyezünk magunk fölé, és nem kívánjuk, hogy ő legyen az Úr a mi életünkben. Mert egyértelmű, hogyha ha valakinek nem a élő Isten az Úr az életében, akkor ott valaki más. Legyen az Orbán Viktor, vagy Mao Tse-tung, vagy Hitler, vagy Mussolini, teljesen mindegy. Akinek nem az élő Isten, az ég is a főteremtője az Úr az életében, annak valaki, és hát legrosszabb esetben ugye lehet a felesége is például. Felesége vagy a gyermeke, ugye Izsák, vagy bárki. Tehát ki az Úr a mi életünkben? Milyen durva, és Isten muszáj ezt megengedje, mert másképp az ember nem érti meg, hogy az istentelenség szüli a diktatúrát. Ceausescu pace, Orbán Viktor béke és biztonság, ugyanaz. Borzalmas. Nagyon kemény te. Találtam egy ilyen képet. Igaz, hogy elég gyenge minőség, de itt van az orrom előtt. Ceausescu pace. Tehát ezt énekeltük, vagy énekeltük, kiáltoztuk. Ceausescu pace. Nem mi énekeltük, hanem ott voltak ilyen, ilyet jobban is volt Ceausescu, csak ugye akkor nem voltam, de focipályán azt kellett üvölteni. Ceausescu pace, Ceausescu pecere, partidul, kommunizmul, Románia, ugye. Tehát a párt, a kommunizmus, Románia. És ezeket kellett üvölteni, és kiáltozni, és énekelni. Ceausescu pace, Orbán Viktor, béke és biztonság. Nagyon durva te, nagyon durva. Azt énekeltik, emlékszem, még a dalamára is emlékszem, csak nem fog most én énekelni, hogy Partidu, Ceausescu, Románia. Ezt a három szót. Ez olyan, mint a tibetiben az Om Mani Padme Hum. Ezt énekelték az emberek, hogy Partidu, Ceausescu, Románia. Na, nagyon durva út. És nagyon közel áll Magyarország, magyar nemzete ehhez az állapothoz. Mert ez abszolút megtörténhet. És még ez is Isten kegyelme, hogyha megtörténik. Mert akkor a magyar nemzet keményen meg fogja tapasztalni, mi az, hogy diktatúra, amikor egy ember diktál. Mert nem kellett az élő Istennek a szava, hogy ő adja nekünk tanácsot ahhoz, hogy hogy éljünk. Az nem kellett, hogy megvetettük Istennek a szavát. És jött az emberek szava. És akkor majd Orbán Viktor, békesség, biztonság, ugye? És azt rep, meg dallamos, meg mit tudom én, angol keringő, különböző dallamokkal ezt el lehet énekelni. Nagyon kemény. Nézem a képeket, hogy lett Isten egy emberből, ugye, akit aztán végül szitává lőttek. Brutális. Tehát lehet, hogy igazából, tehát így, mint diktátor mindenkit háttal vert. Tehát úgy az uralkodása idejével, most így, akiket ismerünk így az elmúlt 100 évben, mindenkit szerintem háttal vert, Hitlert is. Mert ilyen hosszan és olyan felhajtással, tehát itt nézem a képeket, hogy autók, zászlók, emberek, 10 000 is. Hú, azt a hát abban a teljes istentelenség. Abban a táborban évente, amit megrendezett, tehát abban 3 hónap alatt több, hát 10 000 embert kevés, tehát több 100 000 ember, aminek a 70-80%-a gyerek volt. Tehát csak ennyien vettünk részt abban, hogy a kép is illusztrálja.
Tehát abban a hatalmas stadionban, ami a hatos szektorban volt, ezt mind emberek, tehát emberekből állt annak a képnek az összerakása, kirakása. És hát ezt mondom így reggel 8-tól este 8-ig, minden áldott nap, ha esett, ha fújt, ezt próbáltuk. És hát ezt a sok embert azért etetni kellett, itatni kellett, és azt elmondhatom, hogy nagyon, tehát olyan finom ételeket kaphattunk egyébként, ami, hát amit így akkoriban a pornép nem igazán juthatott hozzá, de nekünk ezt megadta. Úgymond a tábornak a főkolomposa. Tényleg, te így emberekből rakták ki az ő még arcképét is ehhez, tehát a zászló színét, igen, meg minden, az mind, emberekből. Minden, azok mind emberek, ott voltam én is valahol. Igen, igen, tehát ez a olyan legalja. Emberek, olyan gyerekek voltak, akik kiájultak, rosszul lettek a melegtől, vagy akármitől, és akkor így azért mondtam, hogy mi voltunk a fapadosok, tehát mivel, hogy én 24 kiló voltam, tehát nekik ez kevés volt az én súlyom, hogy bírjam azt a strapát. Ezért csak ilyen kis padosnak, fapadosnak raktak, de így most, hogy visszaemlékezhetek, talán két alkalommal be kellett ugranom, mert volt gyerek, aki kiájult. Olyan sokat kellett próbálni, és fentről, helikopterekről ugye filmezték, hogy a kép tökéletese, tehát ott mindennek precízen, ez mind emberekből volt kirakva, és minden precízen a szeme, az orra, a miféle ott kellett legyen, és ezt folyamatosan ezek a képek ugye változtak, mert volt koreográfia, tehát hangos bemondón mondták, hogy melyik percbe éppen milyen írásra, vagy milyen képre kellett váltani. És ez élő mozgó kép volt, élő lelkekkel emberek rakták ki. Találtam is ilyen képet, amit a szemem előtt nem, hogy elhiggyem. Hát emberekből Elena ki volt rakva, az ő arca ki volt rakva, meg ott a hazasólymai, a gyermekek. Igen, azt a hé. Mind. Igen, igen. Ezeket a képeket, amiket... Salamon elbújhat apámé, Ceausescu mellett. Igen, tehát ezeket a képeket, amit a rendszer arcképét, ugye, ahogy megrajzolták, ahogy elképzelték, azt nekünk kellett a 3 hónap alatt olyan tökéletesen megjelenítetni. Hát úgy körülbelül 1 órás műsorról beszélünk, és hogyha jól emlékszem, azt hiszem, hogy el se jött erre az eseményre a Ceausescu, na de mégis megtartották, mert ugye ezt a tévében sugározták a névbe. Az élő műsor volt. Hát, hogyha az ember nem az Isten dicsőíti, akkor teljesen biztos, hogy embert fog. Énekeseket fog, színészeket fog, sportolókat fog dicsőíteni, vagy pedig ugye a legrosszabb diktátorokat fog dicsőíteni. Ez történik minden néppel, minden nemzettel, kivétel nélkül. Ez most soron következő Magyarországon. De nem csak Magyarországon, hanem világszinten ez fog mostan történni. Mert ez muszáj megtörténjen. Az embernek kellett az emberi vezetés, Isten vezetése helyett, és muszáj megtörténjen most már ez. Nem hiszek a szememnek, tehát ki van rakva az ő képe, de nem csak az ő képe, hanem a feleségének a képe, és ott néhány ilyen diáklány, meg virágok is vannak, meg minden. Egy hatalmas stadionban. Lehet, hogy ez volt az. Azt mondja, hogy augusztus 23-án történt-e? Igen, igen, arra 80, 86, augusztus 23-án. Igen, igen. Ha ott látok a képen, ne integetsz. Hát ott viszont. Azt a hét. Megtaláltam azt a képet, Kinga. Nem, itt írja, augusztus 23, 1986, és ki volt rakva a Ceausescu képe, Elena képe, ott a kis diáklányok, meg hazasólymai, meg a pionírok képe. Azt, amilyen kemény. De itt voltál akkor. Vajon Ceausescunak a szeme voltál, igen, vagy a szája, vagy a fülcimpája? Mi voltál te? Mi lent, nem fent ültünk, ahol a képet rakták ki, hanem lent a pályán. Mi azok a karikák voltunk. Azt a hé, milyen kemény. Hát én átküldöm neked a képet. Nézd meg. Oké. Nagyon-nagyon durva. Ez hihetetlen. Tehát amikor, ugye azt mondja a Biblia, hogy az ember imádatra van teremtve.
ennek a jelentése, most nagyon röviden így elmondanám azt, hogy az ember úgy imád valamit, hogy kapcsolatban van valamivel, tehát valamiből inspirálódik az ember, ugye? Valamit szeret, valamivel össze van kapcsolva. És hogyha az ember nem az élő Istennek a lelkivel van összekapcsolva, akkor ő valami mással kell legyen összekapcsolva. Ugye egy alsóbrendű létezővel, élővel, például, mint a diktátorral. Tehát, hogyha az ember nem az élő Istent imádja, nem vele van összekapcsolva az ő lelkével, akkor össze van kapcsolva egy hazug emberi eszmével, egy celebnek a tanításaival, egy filozófusnak a nagyot mondásaival, egy papnak a beszédével. Tehát aki nem a Krisztussal, aki nem a Krisztust imádja, az teljesen biztos, hogy embert imád. Ez nincs más lehetőség. Még akkor is, hogyha azt mondja, hogy ateista. Az ateista is imádja, mit tudom, Einstein például. Össze van kapcsolva az ő szellemiségével. A másik ateista, mit tudom én, lehet, hogy mit tudom, a sátánista egyháznak a vezetőjét imádja, mert tiszteli, vagy mit tudom én, könyveket, filozófusnak a könyveit, tehát filozófussal van összekapcsolva. És Isten felkínál ezt a lehetőséget számunkra, hogy ezt legyünk kapcsolva vele, az ő lelkével. De nekünk nem kell. Mi inkább embereket imádunk. És hát ez durva. Nagyon durva te. Ember dicsőítés, ember imádat. Igen, ez a kép. Ez a kép, ugyanaz a kép fehér feketében. Ott a közepe a világnak fehér balett ruhácskába. Na jó van akkor. Hát büszke lehetsz magadra. Hát te is vagy valaki. Hát nagyon, az volt a mű részem. Mekkora ez? Ott annak a virágnak a közepe, amit lent van a... Hát ott voltunk, mi a legkisebbek, ugye, arra voltunk jól, mert a többieknek már koordináltabb mozgások kellettek, mint szírom, mert a szírmai azok változtak, de a közép az fehér maradt. Hát el is voltam. Mindenképpen Zsolt közben mondja, hogy még szent kép is készült róluk. Tényleg, az angyalok úgy vannak, Elena és Ceausescu. Tehát a valóságos szent kép, ilyen ikont is lehetne ebből csinálni és felrakni a falra. Nagyon durva. Igen, itt közben Zsolt írja, hogy ők ugye nyíltan tagadták Istent. Tehát tisztességesek voltak, mert tagadták, felváltak azt, hogy ők tagadják Istent. És miért tagadja az ember Istent? Azért, mert ő akar a helyébe lépni. Pontosan, Zsolt. Azért tagadja az ember Istent, mert ő akar a helyébe lépni. Kinek nem kell Isten? Hát aki Isten akar lenni, magából Istent akar csinálni. Az muszáj tagadja Istent. Hát én is például, hogy igazából miért tagadtam korábban, hát az ego miatt tagadtam én a különböző vezetőket. Mondjuk igazából a hamiság bennem lévő dicsvágy, meg hatalomvágy miatt én is a helyükbe akartam volna lépni. Tehát a rendszerváltás az miről szól? Tagadjuk a vezetőnek a hatalmát. De miért? Azért, mert az ő helyébe akarunk lépni. És az ember ezt megteheti ugye emberi módon, emberekkel, de amikor már Istenet teszi meg, akkor Istenné teszi magát, és azáltal kész. Elvágta magát teljes mértékben az élettől, Istentől. Egyszerűen nem fér a fejembe az, hogy milyen egyszerű az igazság, és mégsem vagyunk képesek felfogni azt. Hogy annyira egyszerű az igazság, hogyha az ember nincs összekapcsolva Istennel, akkor össze van kapcsolva az emberekkel. Ha az ember nem imádja úgymond Istent, embereket kell imádjon, és annál rosszabb nem történhet egy valakivel, mint embereket imádni. Mert ha valaki egyik vezetőt imádja, másik a másik vezetőt. Egyik a politikai, másik a nem tudom én, vallásvezetőt. Tehát minden vezető úgymond imádatban, az emberek rajongásában részesül. Azok rajongásában, akik nem ismerték meg az élő Istent. Ennyire egyszerű. És ezt Isten megengedi, és el is mondta, hogy ez fog történni, elmondta ugye a zsidóknak, hogyha nektek király kell, akkor ez fog történni. Teljesen ki fog titeket zsákmányolni a király. Én titeket nem zsákmányoltalak volna ki. Titeket én nem zsákmányoltalak ki, hanem megadtam nektek mindent. De mivel engemet ti megtagadtatok, mert ugye a próféta, Sámuel próféta megszomorodott azon, hogy az embernek király kell. És azt mondja Isten, hogy Sámuel, ne szomorkodj, nem téged tagadtak meg, hanem engemet tagadtak meg, tőlem fordultak el. Mindenki, aki emberekben hisz, embereket követ, Istentől fordult el, drága emberek. Istentől fordult el. És meg kell tapasztalja, de ezt végig kell már csinálni mindenkinek. Aki nem akar Isten, nem akart Istenhez fordulni, annak végig kell csinálni azt, hogy embereket követ, és embereknek kell higgyen, és az embereknek a gyarlóságából kell ő vegye az ő nyomorúságát, mert az emberek gyarlósága ugye az halál. Ha én hiszem az emberek gyarlóságát, akkor én meghaltam. Hogyha hittem volna Istennek a élő bölcsességét, akkor élnék. De mivel embereket követtem, sztárokat, előjárókat, celebeket, elnököket, vallási vezetőket, énekeseket, ezért nincs ahogy éljek.
mert nem a friss igazságból vettem, hanem az emberek igazságából, és az emberek igazsága ugye már emberi gondolatokkal van összevegyítve, és az már meg van fertőzve, meg van métejezve, abban már kovász van. Nincs ahogy éljek, csak akkor élt az ember, hogyha személyesen ismeri az élő Istent. Ennyire egyszerű. Mert minden más halál. Minden más halál. Valaki a feleségét imádja, mert nagyon szép. Az is halott. Valaki a férjét. Az is halott. Van, aki a gyermekét isteníti. Az is halott. Van, aki a családot isteníti. Az is halott. Van, aki a pártot. Az is. Van, aki az énekest. Az is. Van, aki a színészt. Az is. Van, aki a gladiátort. Az is. Teljesen mindegy. Ha egyetlen egy ember is bekerül közém és Isten közé, nekem végem van. Nekem végem van. Én már a halál, a pokol felé megyek abban a helyben. Nagyon, nagyon kemény ez. És ugye ezért jött Krisztus, hogy ezt az utat megmutassa nekünk, hogy mit jelent az, hogy a fiú és az atya és a fiú, hogy hogyan ismerheti a fiú a gyermek az ő teremtőjét. Mert ha őt ismeri, akkor nem kényszerül arra, hogy embereket kövessen, nem függ emberektől. Teljesen szabad, mint a madár. De ez nekünk nem kellett. És nagyon sok embernek miért nem kell a Krisztus? Azért, mert a Krisztust vallásokkal asszociálja, azonosítja. Ezért nem kell nagyon sok embernek Isten és Krisztus. Mert a vallásokkal asszociálja, és igaza van neki, mert inkább legyen ő ateista, mint hogy a vallások Istenét dicsőítse. Mert ateistaként még talán még ráébred arra, hogy te Isten élő, és hozzám is beszél. Tehát személyes. De hogyha valaki a vallás dogmáit hisz Istennek, azt az embert szinte nem lehet megszabadítani. Nagyon durva ez. Aztán közben itt ugye Levente leírta, hogy mi a következménye az ember dicsőítésnek. Hát ugye a diktatúra, mert a diktatúra ugye az a latin szó, hogy igazából elmondja, hogy tulajdonképpen mi az, hogy diktatúra. Diktátor mit csinál? Hát diktál, nem? De nem azt mondja, hogy hát ha van kedved, akkor írjad és fogadjad, ha nincs, akkor ne fogadjad. Nem azt mondja, hogy amit én diktálok, azt muszáj fogadni. Amit az iskolában is diktáltak, ugye diktatúrában, azt kellett fogadni. Tehát nem opcionális volt ez, nem volt olyan, hogy hát Attila, mi a véleményed erről? Nem, ilyen nem volt. Hanem amit diktáltak, azt kellett fogadni. Ez a diktatúra. És most is ugye már történik, meg kell történjen a diktatúra. Miért? Azért, mert az emberek elfordultak Istentől, nem kell nekik az élő Isten szava. Kell a vallás, kell a babonaság, de az élő Isten nem kell. Tehát történik a diktatúra, és annak a következménye az, amit ugye itt Levente írja, hogy 17 évesen megtapasztalta Marosvásárhelyen, ugye azt mondja, a fejem fölött röpködtek a golyók, szinte ott hagytam a fogam, ugye. Mert a diktatúra ezzel ér véget, lázadással, káosszal, halállal, háborúval. Így ér véget a diktatúra, mint Romániában is. Nagyon sok ember meghalt Vásárhelyen is. Láttam mellettem embernek a lábát ellőve, derekát kettélőve. Borzalmas volt. Ez a jövő, ez a jövőkép. Annak a jövőképe, amikor ugye az emberek embereket követnek, és emberi vezetőket választanak meg, és emelnek maguk fölé, és nem a mindenható Istent. Jött egy gondolat, hogy a diktatúra az most is működik, csak alattomos, tehát a világosság angyalának adja ki magát, mert a kommunisták, tehát a kommunizmus idejébe egyértelmű volt és nyilvánvaló volt. Tisztességesen volt. A diktatúra, igen, mert egyetlen egy ember testesítette meg azt, és akkor az ember eldönthette, hogy vagy szereti, vagy gyűlöli, vagy pedig keresi az igazságot. És most pedig azért alattomos, mert most sok kis diktátor van, ugye, sok antikrisztus, és az embernek azt az illúziót adja, hogy szabadság van. Tehát, hogy nincs is diktatúra. Közben meg van, mert a gyümölcsét már tapasztalhatjuk, a káoszt, a lázadást, meg az ellenkezést, ugye, tehát a kettő egy és ugyanaz, tehát az emberek nincsenek megelégedve a saját tehát nincsenek meg a diktálásával. Így van. De az igazságot sem keresik, csak megint diktátort szeretnének váltani, úgymond. Pontosan nem rendszerváltás történik, hanem diktátorváltás történik, ahogy mondott Kinga. Így van.
Mert a rendszerváltás nem történhet. Tehát maga az összes földi rendszer, az elbukott emberi rendszer, az oda visz, ahova vissza a román diktatúra és az a román kommunizmus, akár a kínai. Tehát teljes irányítottság, teljes gépiesség, mindenki vezényszóra, lélek nélkül, zombi módon, ateista módon. Tehát nincs rendszerváltás. Nincs, nincs. Egyszerűen lehetetlen a rendszerváltás. Itt csak az van, hogy az ember a rendszerből átlép az Isten rendjébe. Csak erre van lehetőség. Az a rendszerváltás, az illúzió, az hazugság, az elhitetés. Hogyha valaki más lenne, Orbán Viktor helyett, akkor jobb lenne, ez hazugság. Hogyha másik nyert volna, akkor sem lehetett volna jobb. Mert a nép azt kell kapja, amit megrendelt. Mindenki azt kell kapja, amit megrendelt. Hogy kitől kapja? Orbán Viktortól, vagy Viktor Orbántól? Teljesen mindegy. Volt egy olyan, amik Magyarországon Orbán Viktor volt a miniszterelnök, Romániában meg Viktor Orbán. Teljesen mindegy, drága emberek. A nép így is úgy is azt kapja, amit megrendelt. Aki az élő Istennek a szavát rendeli meg, az igazságot rendeli meg, a Krisztust rendeli meg, azt kapja békességet. Aki az emberek szavát rendeli meg, kapja nyomorúságot, betegséget és fájdalmat. Ennyire egyszerű. Ezt adta mindenható Isten egyébként minap, hogy megrendelés cím szó alatt tettem közé, hogy minden megrendelése történik. Tehát ami van Magyarországon, amit tesz a parlament, amit tesz az előjáró, ugye, az mind megrendelése történik. Az ember rendeli meg. A tudatlanságomban rendelem meg a fájdalmat, a betegséget, a szenvedést. Mindenki. A tudatlanság egészen pontosan, mert nagy valaki azt gondolja, hogy ez lexikális tudásról van szó. Inkább úgy fogalmazom, hogy az istentelenségemmel, hogy nem vagyok jelen az ő szavában, ő nincsen jelen, nem a lélek szerint járok, nem a Jézus Krisztus szava szerint járok. Azáltal rendelek meg minden fájdalmat, minden betegséget, minden nyomorúságot, még a halált is. Teljesen egyértelmű ez. Ilyen egyszerű az igazság, és mégis ugye felfogadhatatlan, mert az embernek az elméje ellenkezik. Nem kell, nem kell, jaj, nem kell, nem kell, nem kell. Ez a bácsi, ez már, ez szebbet mond, mint a másik, ez jobb. Persze, mindenkinek a választottja, mindenki bálványa, mindenki földi emberi bálványa jobb, mint a mások emberi bálványa. Kinek a papné? De egyik sem Isten. Sem a pap, sem a papné. Akinek a papné kell, azt gondolja, hogy hát neki jó a választása, jól döntött, mert ő a papnit választotta. De aki a papot választotta, az is úgy gondolja, jól döntött. És az eredmény ugyanaz, a szakadék, a feneketlen szakadék. Az ember társadal Isten nem arra adta, hogy kövessük őket, hanem arra, hogy örömködjünk közösen, mint gyermekek, mert ugye két gyermek, hogyha egyének van egy jó ötlete, akkor a másik azt úgy látja, hogy jaj, milyen jó, hogy örül neki meg minden is. Én is örvendek, hogyha valakiben látom Istennek a jó kedvét, az ő dicsőségét. De azt nem azért kaptam, hogy én ebből vallást csináljak, hogy én kövessem Kingát, vagy kövessem egyiket a másikat, ugye, hanem arra, hogy hát örömködjünk, nem? Tehát, hogy van közös örömünk. Te megmutatsz valami szépet Istennek a bőséges kincstárából, és én is megmutatok valami szépet, mert Isten nekem is adja, és akkor én megcsodálom azt, amit te kaptál, és igen, az szép, és örülök neki, és te is ugyanúgy örülsz annak, amit én kaptam, és közös az öröm, ugye, közös a mi örömünk, és tudjuk, hogy az nem tőlünk van, ez ajándék fentről. Nem kell birtokolni, nem az én kincstárom, ez nem az én versem, ez nem az én énekem, ez nem az én birtokom, ez mind a jóságos atyától van ajándék. És ha ezt tudom és úgy élek, akkor nekem békességem van még a földön is. Még a földön is. Nem csak amennyiben, még a földön is békességem van. És amikor ezt elfelejtem, és én azt hiszem, hogy jaj, én milyen nagy dolgot cselekedtem, milyen szépet énekeltem, vagy mondtam, vagy tettem, vagy nem tudom én mi, ott kész vége, ott már a lejtő elindult. És elindultunk a lejtőn befelé, hatalmas sebességgel, ráadásul. Tehát az embernek mert ugye Isten azt sem rejtette el előlünk a bölcsességet, van értelemben, hogy megadja, megmutatja nap, mint nap. Azt, amit fontos látnunk, de csak azt akarod, hogy ne akar birtokolni, ne akarjunk semmit sem betokolni, birtokolni, bekeretezni, ne akarjunk halmozni semmit. És akkor van, mert ugye hisz az ő bölcsességében járunk, tehát mi nem tudjuk elkerülni a bölcsességet. Én hiába mondom azt, hogy akkor nekem nem kell a tudásfájából semmi. És ez olyan szépen mondta, minap Kornélia, olyan kemény kijelenti, azt mondja, hogy a két fa ugyanaz, a tudásfája és az életfája ugyanaz. Azt a hely, ez Isten káromlás. Nem?
A két fa ugyanaz, mert ugyanaz a bölcsesség van, akinek tudást terem, agyban felhalmozott tudást terem, és másnak békességet terem, életet terem. Ugyanaz a fa, mert ami le van írva a könyvekben is, abban is sok igazság van, és az Istentől van az is. Az is Istentől van, ami a könyvekben le van írva. Sok minden. Csak ugye az a bölcsesség, ami Istentől jött, ahol elkezdték azt tárolni és felhalmozni, az halált termett. Tehát tudást, ugye, egyesek számára ugyanaz a fa a tudásfája volt, és mások számára ugyanaz a fa az életfája. A bölcsességet nem tudjuk elkerülni, mert az ő bölcsességében járunk, és benne mozgunk. Benne vagyunk, nem? Az ő bölcsességében. Az így is úgy is van. Én azt nem kell akarjam. Nekem az adatik annélkül, hogy akarnám az ő bölcsességét. Ő örömmel adja. Nekem szabad hozzá, teljes, full hozzáférésem van. Teljes hozzáférésem van az ő bölcsességéhez. De semmit nem akarok tárolni. Mit is tárolnék? Hát nem elég az én atyának a tárháza. Nekem az teljes hozzáférésem van. Mit akarnám én tárolni? És úgy az a tudás, ami Istenben van, az az enyém. És számomra az, ami egyesek számára a tudásfája, a számomra az életfája. Nekem nincsen bölcsessége önmagamban. Nem is kell nekem bölcsesség önmagamban. Elég az én oltalmazom bölcsessége, amihez nekem mindig hozzáférésem van. De hogyha ezt elkezdem akkumulálni, tárolni, akkor az van, jaj, Kinga, te milyen szép dolgot gyűjtögettél a te fejecskédben, és akkor te is ugye fordítva, hogy én is mit gyűjtögettem az én fejecskémben, és akkor elkezdek egymást bálványozni. Holott Isten az ő bölcsességéhez mindenkinek hozzáférést ad, aki hozzá kíván tartozni, és neki akar engedni az ő szavának, akar engedni, és nem embereknek. És akkor nem kell egymást dicsőítsük, bálványozzuk, hanem látjuk. Az, hogy látjuk egymásban az Isten dicsőségét, az teljesen normális, mert ő megadja, ő ezt akarja, mennyek országa arról szól, hogy mindenkiben benne van az ő lelke, és mindenkiben látjuk az ő dicsőségét, mindenben. Ez a mennyek országa. A pokol pedig az, hogy egy emberben látjuk Isten dicsőségét, egy ilyen diktátorba. Istenné tesszük azt az embert. Van, aki a feleségét, van, aki a férjét, van, aki a gyermekét, van, aki a családját, van, aki a karácsonyt, van, aki a húsvétot. Emberi dolgokat, szokásokat, hagyományokat Istenné teszi az ember, és azáltal megy a lejtőn lefelé. Hatalmas sebességgel ráadásul. Tehát azt írja, hogy 2023. február 20-án hétfőn 18 óra 50-kor újabb 6,4-es erősségű földrengés rázta meg hétfőn Törökországot az Európai Földközi Tengeri Szezmiológiai Központ szerint. A rengéseket Szíriában, Jordániában, Izraelben, Egyiptomban és Libanonban is érezhették. Tehát ezek a nevek, ezek a földrészek, amik igazából, amire így ráirányított a lélek a figyelmemet, hogy ugye az első földrengés... Ez egykori Babilon. Igen, az első földrengés is visszaigazolta az egykori, mint epicentrum, az egykori Babilont, és hát most ez a második földrengés, ami most következett be, az már Egyiptomot is, tehát Egyiptomig elérte a hatását. És hát ezek a települések, amiket felsorolhattam, és elég beszédesek, ugye Jordánia, Jordán folyó, Libán, mint a Libán hegyek, tehát erről is beszél. Jézus ezt is felhozza. Libánon. Libánon, igen. Libanon, Libánon. Igen, na és ez az analógia a kettő földrengés, nagyon méretű földrengés között pedig az, hogy e kettő között viszont 6000 utórengést mértek be, tehát összesen 6000-et, és a 6001-edik ez, ami tegnap volt, tegnap történt, ugye ez érintette ezeket a földrészeket, és hát elég nagy erősségű volt, tehát 6,4-es, és hát megint voltak épületek, amely alatt még emberek rekedtek. Most olyan, hát még halálos áldozatokról nem igazán tudnak beszámolni, de a jelenlegi értékelések szerint már ilyen 47 ezernél tart az elhalálozottak száma, és 125 ezer a sérültek. Hát csak azt tudom hozzáfűzni, hogy egyértelmű ez jelzés és utalás értéke van ennek elsősorban, tanítás értéke van, hogy
hogy az történik, ami a Biblia megvan, ami a Bibliában megvan írva. Tehát nem azért történik ez Törökországban, mert a törökök bűnösebbek, mint a székelyek, hanem azért, hogy az ember megértse, hogy ez az, ami megvan írva a Bibliában. Ezáltal is Isten figyelmeztesse a föld lakóit arra, hogy emberek, készít, lejárt, vége mindennek. Vége a Bábel építésnek, a tornyok össze fognak dőlni, és aki a toronyban marad, az emberi rendszerekben marad, és nem kívánja megismerni az élet szavát, Istennek a szavát, azok oda vesznek. Tehát a Siloám tornya, a Bábel tornya, azok le fognak omlani. Tehát ez nem Törökországról szól, nem teljesen biztos, ez egy világméretű figyelmeztetés mindenkinek. Mert ugye a valódi Babilon az nem Szíriában van mostan, vagy azon a részen van, hanem a valódi Babilon az most itt van nálunk, Gyergyótól egészen Budapestig, és Budapesttől Kaliforniáig. Ez a valódi Babilon. És mindenki arra sorsa fog jutni, mert azt mondta Jézus, hogy ne gondoljuk az, hogy akikre a Siloám tornya ráomlott és meghaltak, azok bűnösebbek voltak, mint ti. Tehát a törökök, a szíriaiak nem voltak bűnösebbek, mint mi magyarok és mi amerikaiak. Tehát, és azt mondja, hogy ha meg nem tértek, bizony mondom, hogy ha meg nem tértek, ugyanúgy fogtok elveszni, mint ők. A bűneitekben fogtok elveszni, mint ők. Tehát ez a földrengés, ez nem Törökországról szól, nem Szíriáról, nem Libanonról szól, hanem Székelyföldről, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Magyarországról, az Európai Unióról és a Világunióról, ugye, akik egyesültek Isten akarata ellen, ugye, emberi rendszerekbe tömörültünk Isten akarata ellen, ez mind rólunk szól. És nekünk figyelmeztetés, aki ezt megérti, ezt a figyelmeztetést, és Istenhez fordul, meg fog menekülni, aki ezen röhög, és még mindig azt gondolja, hogy ennek semmi köze nincsen Istenhez, azok az emberek tényleg el fognak veszni. El fog veszni mindenki, aki ezt a figyelmeztetést nem úgy kezeli, mint figyelmeztetést, hanem úgy gondolja, hogy ez tudományosan a tektonikus lemezek, meg mit tudom én, mentek balra is, jobbra is, nem emberkét, ez nem erről van szó, hanem egyértelmű, nagyon erőteljes figyelmeztetés Istennek a féltéséből, hogy aki ezt megérti, a bibliai kijelentések alapján is, az kapjon esélyt a megmenekülésre, és fohászkodjon teljes szívével, hogy Isten megmentse őt, megszabadítsa abból, ami jönni fog az egész világra, nem csak Törökországra, hanem Budapestre, az egész Magyarországra, Kárpát-medencére és az egész világra, drága emberek. Az, hogy mikor fog ez elérkezni, ez az összeomlás, hol, mikor fognak leomlani a Bábel tornyok, New Yorkban, mikor omlik le, Budapesten, mikor omlik le, Gyergyóban, mikor omlik le. Ezt már nem a mi dolgunk eldönteni, de azt mondja Jézus, hogy sem az órát, sem a napot nem tudjuk. Mert hogyha tudnánk a napot, az órát, akkor hát nem foglalkozunk, aztán az utolsó napon, utolsó héten egy ilyen gyors talpalón megtanuljuk Istent, nem emberek. Senki nem lesz felkészülve, aki nem fordul teljes szívével Istenhez, teljesen biztos, hogy nem lesz felkészülve. És ahogy meglepetésképp érte a törököket ez a földrengés, mint annak idején Tibetben is az árvíz, és egyszerre nem tudom, hány ezeren haltak meg egy éjszaka alatt, olyan meglepetésképpen fog érni nagyon sok ember, nagyon sok magyart és nagyon sok székelyt ez a földrengés, az infrastruktúrának a megrengetése, ugye, amiben mi hittünk, és amivel mi dicsekedtünk, és amivel mi kampányoltunk. Nagyon sokan el fognak veszni, akik még mindig felülnek erre a kampányra, hogy békesség és biztonság, teljesen biztos, hogy nincs ahogy. És nem a kampány miatt, hanem amiatt, drága emberek, hogy embereknek hiszünk. Mert hogyha van, aki nem Orbánnak hisz, hanem mit tudom én a másiknak, a baloldalinak, teljesen mindegy. Ha még mindig emberi elgondolásban, emberi tervekben, emberi projektekben, emberi uniókban gondolkodunk, fennáll a veszélye, hogy holnap a földrengés nálunk fog megtörténni, és nagyon sok embert felkészületlenül fog érni a veszély és a halál, a vég. Ez van. Figyeljétek meg, nem is tudom, hogy találtam. Most így a szemem elé jött Ézsaiás próféta könyve 24. rész. Nézzétek meg, hogy milyen tökéletességgel szólja azt, ami ma történik. Azt mondja, olvasom elejétől, és aztán közben-közben vannak olyan részek, ami teljesen rápasszol a mára. Azt mondja, ími az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit.
és olyan lesz a nép, itt jön a lényeg, mert hogy most ez történik, azt mondja, és olyan lesz a nép, mint a pap, a szolga, mint az ő ura, a szolgáló, mint asszonya, a vevő, mint az eladó, a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, a hitelező, mint az, akinek hitelez. Tehát itt tényleg ugye egyik jobban átveri a másikat, tehát tényleg a gyülekezet olyan, mint az ő papja, ugye a szolga olyan, mint az ő ura. Miért? Mert őt választotta, ugye mi is, amikor választunk egy urat a fejünk felé, akkor mi azzal azonosultunk, mi olyanok leszünk pont, és ha elmenjünk a bankhoz kölcsönkérni, akkor fogjuk szidni a bankot, hogy lehúz minket, stb. De mi mentünk oda, tehát mi még olyanabbak leszünk, mint a bank, tehát mi, mint kölcsönkérő, még olyanabbak leszünk, mint a kölcsönadó. Tehát asszonya, olyan lesz a nép, mint a pap, a szolga, mint az ő ura, a szolgáló, mint asszonya, a vevő, mint az eladó, a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, a hitelező, mint az, akinek hitelez. Tehát tökéletesen ráillik a mára. Megüresítvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szól a beszédet. Gyászol, és megromol a föld, elhervad, és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. És most jön a lényeg, hogy mennyire ez történik ma. Azt mondja, a föld megfertőztetett lakósai alatt. Tehát nem egy vírus által fertőztetett meg, a lakósai mi, akik elhittük ezt az egész maszlagot, amit ugye a fenevad képén hallottunk, általunk fertőztetett meg a föld. Tehát mi emberek, mert mi tápláljuk, mi éltetjük ugye azokat a hazugságokat, ami a valódi vírus, ami a valódi fertőzés. Ezt mondja Ézsaiás prófét, azt mondja, hogy a föld megfertőztetett lakósai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, Istennek a rendjét, ugye? A rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Tehát azt a szövetséget, amelyet az Úr adott nekünk, hogy nekünk életünk legyen, örök élete legyen. Mi megszegtük ezt. Egyértelmű, hogy ez a mi fertőztettük meg a földet, ugye általunk. Azt mondja, a föld megfertőztetett lakósai alatt. Ennél tisztában elmondani nem lehet, ez hihetetlen. És azt mondja, hogy mit láttam itt még lefele. Ezt az egész 24. részt el lehet olvasni bárkinek, mert a márról szól. Nem tudom, mi van előtte, nem tudom, mi van utána, csak ezt a 24. részt olvasom, de ez itt teljes egészében olyan. És azt mondja, hogy igen, azt mondja, rommá lőn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet. Tehát most hány város tényleg az, akár a földrengés által, meg minden által, ami tényleg rommá lőn. Az utcákon panaszkodás hallik a bor miatt. Minden öröm alkonyra száll, a föld vigassága elköltözött. A városban csak pusztaság maradt, és rommá zúzatott a kapu. Mert így lesz a föld közepette a népek között, mint az olajfa megrázásakor, mint mezgérlésekor, midőn a szüret elmúlt. És akkor itt lefelé még van egy olyan, hogy romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Tehát még az is benne van, hogy a város összeomlik, tehát a földrengések által, mert hogy még ezek is lesznek. Tehát egy olyan szép kép van ebben a 24. részben, aki elolvassa tényleg, mintha a máról szólna. Tehát itt ez az eleje, hogy tényleg mindenki olyan lesz, mint amit választott, ugye a szolga, mint az ura, a hitel kérő, mint a hitelező, stb. És ez, hogy a föld megfertőztetett lakósai alatt, és azt is megírja, ugye, hogy miért. Na, szóval itt tartunk, el lehet olvasni, hogy mit várhatunk magunkra, mert hogy ez van. Igen, és itt a földrengéseknek van folytatása is, ugye, hogy megrendül a föld, inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reánehezedik bűne, és elesik, és nem kell fel többé. Tehát ez vár tényleg az emberekre, aki nem tud megtérni, tehát amikor a kapu leromboltatik, ami már többé nem lehet sebe menni, se kimenni, akkor már csak az történik, hogy a bűneink súlya alatt elesünk, és többé nem kelünk fel. Hát még ítélet tekintetében sincs semmi új a nap alatt. Tehát minden alkalommal szinte mondhatnánk, hogy
külsőleg talán másképp tűnik, de mégis belsőleg ugyanaz történik. Így a lélek felhozta bennem, hogy 2019-ben, amikor berobbant a vírusnak a híre, ugye kőszikla esett a föld lakóira, tehát milyen hatalmas kegyelem adatott a föld lakóinak, tehát minden embernek. Emlékszem arra, hogy milyen gyönyörű, szép idő volt, tehát semmilyen természeti katasztrófa nem történt azokban az időkben. Valóban a nyár volt, a tél volt, az ősz és a tavasz is. Persze ez tartott kevés ideig, mindaddig, amíg az ember annak függvényében, ahogyan megélhette ezt a lehetőséget, ugye a karantén idejét, hogy azt az időt, azt a kegyelmi időt minek szentelte? Az igazság keresésnek, mert akkor annak volt az ideje, vagy pedig a saját igazának a keresésére. És hát ugye ott már ketté is szakadt, úgymond a világ, ott már megmutatkozott, hogy ki mit keres. Tehát az emberek keresték a magot, az igazság magját, hogy valahogy megértsék, hogy mi az, ami történik, és hát nagyon kevesen fogadták Istennek a kegyelmét, pedig hatalmas volt akkor minden tekintetben Istennek a kegyelme. Na és hát a tömegszellem, mivel hogy igazából ugyanonnan táplálkozott a tudományból, az addigi isteneiktől táplálkozott, ezért nagyon gyorsan meg is találták a hamis megoldást, úgyhogy ez a kegyelmi idő, ez miatt is elég rövidre sikerült, tehát gyorsan lezajlott, és már is felváltotta a hamis megoldás, illetve a hamis Krisztus, a hamis megváltó a kegyelmi időt, és ugye az emberek fel is vették a bélyegét ennek ki milyen formában, és hát nagyon kevesen, Isten tudja, hogy hányan voltak azok, akik ettől meglettek óvva, ugye nem is a mi dolgunk ezt tudni. Viszont ebből azt következett, hogy amint a hamis megoldás ki lett osztva az embereknek, azután rögtön elkezdődött ennek a döntésnek, a gyümölcsének, a gyümölcsével való szembesülés. És pontosan úgy, ahogy Jézus beszélt ezekről az időkről, hát pontosan most azt láthatjuk, azt tapasztalhatjuk, azt éljük meg, ahogyan döntöttünk 2019-ben, és folyamatosan azóta is, amilyen döntéseket hoztunk, azoknak a gyümölcseit ízleljük, illetve tapasztaljuk most meg, amiben még mindig van esély a kegyelemre, de amit így Isten kegyelméből láthatok, ez most körülbelül egy ugyanolyan kegyelmi idő, mint amilyen volt a Ballatornak a kereszten, hogy ez talán azok számára még kegyelmi idő, hogy megmenekülhessenek, akik a valódi kegyelmi időbe, ugye amikor mondom, még nem volt a rossz döntésnek gyümölcse, mert akkor volt a döntés, azok akár, mint a Ballatora kereszten megmenekülhessenek abból a gyümölcsökből, aminek a keserű ízét már megízlelhették. Úgyhogy azt mondhatom, hogy minden, ami most történik, ez a döntéseinknek a gyümölcse. Pontosan, hogy mondod, Kinga, tehát az, ami mostan történik, a mi eddigi döntéseink következménye, az én személyes döntésem következménye, az én személyes döntése következménye. Ezért mindenki, aki még mindig hárít, az nincs, ahogy megúszza az ítéletet, drága emberek. Nem azért beszélünk erről, hogy akkor most továbbra is hárítsunk, hogy hát Orbán a hibás, vagy ez a hibás, vagy ez a hibás, nem, emberek. Ezt mi kértük, ezt mi rendeltük meg.
És aki ezt őszintén be tudja látni, és kér látást, kér gyógyírt a szemeire, hogy lásson, legyen valódi látása fentről, az meg fogja látni, mi a helyzet, és esélyt kap arra, hogy megszabaduljon. Mert az ítélet az elkövetkezett, drága emberek. 2019-ben úgymond visszajött Jézus, idézőjelben mondom ezt. Mert tudjuk jól, hogy a második eljövetel az nem úgy jön, mint ahogy jött ő Betlehembe, a kis betlehemi egyszerű házba, istálóba, hanem a második eljövetel az maga az ítélet, az maga a jelenések könyve, az maga az apokalipszis. És az eljött, drága emberek, földkerekségére 2019-ben globálisan megérkezett az ítélet. És persze, hogyha nem jött volna, akkor is ez történne egyéni szinten. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy jaj, akkor most világvége, nem, itt nem erről van szó, mert hiába lehet, hogy mit tudom, a világvége 2 év múlva lesz, és kész, megszűnik az élet a Földön. De mit érdekel az engemet, hogyha nekem a világom vége ma este fog történni, ma este, mit tudom én, 7:30-kor? Mi közön van nekem a Föld kerekségének a végéhez, hogyha az én világomnak a vége eljött ma este 7:30-kor? Tehát igen, ilyen értelemben azt kell mondani, hogy a Krisztus második eljövetele az a mi halálunk, az embernek a halála, tehát az utolsó óra, úgymond, az elszámolás ideje, a Krisztusnak a visszajövetele, az elszámolás ideje mindenkinek, személyesen, drága emberek, globálisan is, ugye a nemzet számára is, a magyar nemzet számára is történik, az ítélet, ugye az elszámolás ideje, a török nemzet számára is eljött, ugye az ítélet, tehát hiába, hogy muzulmánok voltak, visszajött hozzuk Krisztus, eljött Krisztus, ott, amikor a hatalmas földrengésben ugye az emberek számot kellett adjanak arról, amit eddig csináltak, a számukra eljött a Krisztus, drága emberek. Muzulmánokhoz eljött Jézus másodszor, és hozzád is el fog jönni Krisztus másodszor, és hozzám is mindenkihez, drága emberek. És az nem más, mint az ítélet, maga a számadás, maga az apokalipszis, amikor a Bábel tornya leomlik, az általunk létrehozott élet szétszakadt, darabokra szakadt, darabokra törik, és szembesülnünk kell azzal, hogy mit tettünk. És ha látjuk és kívánunk szembesülni, és merünk szembesülni, és nem hárítunk, hanem azt mondjuk, hogy Uram, irgalmaz, mint a Latóra kereszten, aki úgy tud beszélni, mint a Latóra kereszten, a jobb felül Latóra, aki azt mondta, hogy én megérdemeltem mindent, amit kaptam. Uram, könyörülj rajtam. Aki így tud beszélni, az megmenekült emberek. Aki még mindig hárít, mert most a világ két részre van osztva, két Lator, mert itt mindenki Lator, drága emberek, velem az élen, én is Lator voltam, egész életemben Lator voltam, és mindenki az volt, drága emberek. A kérdés csupán az, hogy a Lator hogy fog mostan beszélni, mit fog mondani Lator? Azt fogja mondani, hogy jaj, hát Orbán a hibás, jaj, az Amcsika hibások, jaj, a Putyin a hibás, jaj, ez így, vagy úgy, vagy tehát a Covid a hibás, vagy a Földön, aki továbbra is hárítani fog, mint a bal oldali Lator, aki azt mondta, hogy hát te mondtad, hogy király vagy, Isten vagy. Szabadíts meg magadat, és szabadítsál meg minket is. És azt mondta a másik, hogy te nem féled Isten, még mindig Isten káromló vagy. Mi azt, amit kaptunk, megérdemeltük, amit a törökök kaptak, ők is megérdemeltek. Bármilyen betegséget kaptam én mostanig, emberek, bármilyen dolgot kaptam, én mindent megérdemeltem. Mert Lator voltam, embereket követtem, a saját kívánságaimat követtem, és nem ismertem az igazságot, nem is kívántam megismerni az igazságot. Lator voltam, emberek. A kérdés csupán az, hogy ezt én belátom, hogy igen, ez az én megrendelésem, ezt mi kértük, ezt mi döntöttünk így, sok-sok döntésnek a következménye az, ami történt Törökországban, és sok-sok döntésnek a következménye az, ami történt Magyarországon. Ha ezt őszintén belátjuk, az élő Isten és a Krisztus előtt megmenekültünk, mert Isten nagyon gazdag irgalomban és kegyelemben. Viszont csak azok számára, akik, mint a jobbik Lator, ugye, úgy döntenek, hogy őszintén meglátják és belátják, hogy ők ebben részt vettek, ezt ők rendelték meg, ezt ők döntötték így, az ő döntéseknek következménye az, ami történt az ő életükben. És akik így beszélnek, azok teljesen biztos, hogy hatalmas esélyt kaptak arra, hogy megmeneküljenek. Ennyi.